Köszöntöm a nézőket! Idén a Vasvári Pál gimnázium diákjainak produkciója teszi azt lehetővé, hogy egy igen látványos és érdekes produkció által ismerkedhessünk meg, és mélyülhessünk el még jobban a március 15-i eseményekben, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kapcsán. Ezzel foglalkozunk a mai esti mérlegben, tartsanak velünk! Sehonnai, bitang ember, ki most, ha kell, halni nem meg, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Megelevenedett a Pilvax március 15-e és Petőfi Sándor szelleme. A Vasvári Pál gimnázium diákjai lelkesen készülnek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára. A költő nemzeti hős bőrébe bújt Árgyalán Ádám szerint ez egy nagyon fontos és meghatározó szerep az életében. Úgy érzem, hogy ez a leghitelesebb szerep, amit valaha előadtam, hiszen március 15-e egy időtlen ünnep, nem csak a politikai üzenete miatt, nem csak a politikusok nyomják, hanem a fiatalság ereje miatt is, és én ezt közvetítem, nem a politikai üzenetét elsősorban, és úgy érzem, hogy ez az az erő, ami a fiatalságban bennem is megvan, amit most kiengedünk, ez teszi hitelessé az egészet. Mondhatjuk, hogy azért pozitívan, de mély nyomot hagy benned egy ilyen szerep a te életedre vonatkozólag? Nagyon örülök, hogy itt lehetek és részt vehetek az előadás elkészítésében. Hogyan készültetek és hogyan élted meg ezeket a próbákat, ami egyébként még most is zajlik? Hát a próba folyamatokban már volt részem, úgyhogy igazából a próbák azok, mint egy átlagos próba, nagy különbség nem volt. Maximum annyit tudnék mondani, hogy többen voltunk az átlagosnál, és kicsit jobb volt a hangulat, hiszen sok fiatal volt jelen, de igazából egy átlagos próba folyamatról beszélünk. A produkció középpontjában a fiatalság ereje áll, amit a darab írója, rendezője szerint minden évben fontos megmutatni és továbbadni. Engem mindig, minden évben megdöbbent az a könnyűség, a könnyedsége a létezésnek, hogy egy maroknyi mindenre szánt fiatal egyetlen nap leforgása alatt egy 50 000-es tömeget tud egy ügy mögé állítani létezhetetlen időjárási körülmények között, igazából előkészítés nélkül. Valami olyan engedély ez a történelem részéről, amely szerintem évszázadok során sem adatik meg embereknek. Ugye aztán azt gondolom, hogy akkor járunk közel, évek óta írom már ezeket a márciusi műsorokat, és most kezdem el érteni ezeknek az igazi mély értelmét. Most annyit írtam már ezt a történetet, hogy egyre benfentesebb, bensőségesebb viszonyba kerülök magával, a dolog belső immanenciájával, hogy ezt az erőt kell megmutatni, azt a fajta ébredő erőt kell megmutatni, amiben semmiféle agresszió nincs, amelyben semmiféle magamutogatás nincs, hanem a gyermek ártatlanságával az égre feln, és azt mondja, hogy az a csillag már pedig az enyém. Ezek csillagvadászok. Ők a jövő építőmesterei, és a kezüket a jövő felé nyújtva a jelen hullámain megpróbálnak változtatni, és változtatnak is. Ezért gondolom azt, hogy ugye minden generáció számára nagyon fontos a mi tudat, amely bennünket összekovácsol, ugye generációk, ugye közös álom a múltról, közös terv a jövőről, ez ugye ez egy generációnak a megfogalmazása, a sok közül az egyik, és akkor azt gondoltam, hogy ezeknek a fiataloknak most megpróbálok egy pszichológiai, filozófiai kategóriát behozni az életükbe, itt a chat nyelv és a számítógépek nyelvén, a virtuális nem, hogy mi az, hogy mi. Az a mi, amikor egy csomó ember nekiáll egy dologban, és erejét megfeszítve annak a végére jár, ennek az erejét szeretném megmutatni az idei március. Tavaly ugye piros-fehér-zöldre komponáltuk az erdes, így lett ugye divatbemutató a Tóparti gimnázium diákjaival. Idén most ezt a fajta tehetséges erőt szeretnénk bemutatni, ami vitán felül kiküzdi magának a saját igazságát. Milyen ezekkel a fiatalokkal együtt dolgozni, tapasztalat van, hiszen hát évről évre azért mondhatjuk, hogy talán egyre többen is vannak. Hát nézd, az a helyzet, hogy szerintem én sokkal többet kapok tőlük, mint amit ők
én adok nekik, én igazán belefeledkezem. Tehát én valahogy, nem is tudom, eltűnnek ilyenkor a határok, amik a köztünk lévő majd 40 évet jelentik. Én olyan kollegiális álmélkodással tudok odafordulni hozzájuk, és ahol tudok, segítek ebben a munkában, és ők azért szemlátomást hálásak. Tehát egy ilyen nagyon jóféle és nagyon ritka egymásra utaltság van, amelyben teljes partneri együttműködés van közöttünk, és ők ezt valahogy ezért ők hálásak, mert talán egy kicsit ez olyan szokatlan nekik, mert nem egy felnőtt rendező, egy felnőtt rendezi őket, és akkor próbálja a saját világképére őket behajlítgatni, hanem rengeteg megoldást hoznak, és akkor látom azt, hogy elkezdenek felbátorodni, elkezdenek bízni benned, akkor elkezdenek megnyílni, és akkor elkezdik azokat a megoldásaikat is hozni, amiket egyébként csak hónapok vagy évek közös munkája után kaphatnék meg. Ez a fajta közös erő az szerintem, ami mindig eddig az elmúlt 5 évben olyan nagyon látványos sikerre vitte az előadásokat. A színvonalas produkcióhoz azért kell egy nagyon jó szereposztás is, ahogy ezt tapasztalhatjuk az évek folyamán. Most is így van? A castinga szerencsém van. Tehát ezt én többször is elmondtam, hogy ami engem Fehérváron mindig meglep, az minden generációban a tehetségnek ez a burjánzó sokasága, hogy tulajdonképpen olyan vagyok, mint egy aranyású Alaszkában a 19. század elején, amelyre lenyúlok a magam mellé a földre, aranyrögöt találok. Tehát zenében, képzőművészetben, színészi játékban, most már a harmadik hullám, negyedik hullám van a kezeim alatt középiskolás fiatalban, és jönnek újuló sorokban a tehetségesebb diákok, versünnebből jönnek, nem versünnebből jönnek, jelentkeznek, telefonálnak föl. Most már szülők is jelentkeznek, ajánlják a gyerekeiket, ajánlják a szomszéd gyerekeit, hogy megnézném-e őket. Referencia lett Fehérváron közösségi művészeti produkciókban részt venni, és nem azért, mert nézik őket, hanem azért, mert azt gondolom, hogy rájöttek arra, hogy együtt játszani öröm. És Nyári Ádám is segíti ezt az örömöt idén. Milyen a vele való közös munka, és ha jól tudom, akkor nem először segíti a munkát. Ugye én az Ádám tavaly keveredett a látókörömbe, nem ismertem, de nem dolgoztam még vele korábban. A Legyek urát csináltuk együtt, ő játszott 6 szerep közül, az egyik főszerepet elvitt, és nagyszerűen játszott, mivel tudom, hogy ő rendezőszakra szeretne menni, és ahogy láttam is, van képessége, tehetsége, talentum ehhez a dologhoz, tehát amit nem lehet megtanulni, azt tudja, a többi az megtanulható, és akkor azt gondoltam, hogy milyen jó végre, hogyha ezeket a nagy lélekszámú szabadtéri előadásokat diák is rendezni, úgyhogy az Ádámmal megbeszéltem, hogy ha már egyszer Vasvári a főszereplő ebben az idei előadásban, akkor az Ádám legyen társrendezője ennek az előadásnak, és ő nagy boldogan neki fogott, azonnal ki is marta a kezemből a szövegkönyvet, villámgyorsan, testvériesen megosztoztunk a réteken, és ő de nagy vehemenciával elkezdte rendezni a diákokat az óra minden szünetében, amikor csak lehetett, és nagyon érvényes és izgalmas megoldásokat hoz létre. A másik ilyen találmány, ugye az Tátrai Rék, akivel szintén nem dolgoztam, ugye Fehérvár táncosaként került a látókörömbe, és akkor azonnal fel is hívtam a Rékát, hogy nem volna kedved velem dolgozni, azt mondja, hogyan színész kell. Hát mondom, leszett a Szendrei Júlianán, de ez a kisebb probléma. Nagyobb gond az, hogy nekem kéne egy koreográfus, aki gyakorlatilag ezt a munkát nekem segít térben elhelyezni, és mondta, hogy jó. Réka gyakorlatilag azóta ennek az előadásnak a koreográfusa. Tehát most először fordul az elő itt az általam fémjázett szabadtéri előadások történetében, hogy két középiskolás fehérvári diák személyében alkotótársaim vannak. Magában a Szietszesben már elég régen általános iskolában kezdődött ez a szenvedély, és gyakorlatilag ez azóta
kiteljesedett, ez folyamatosan az életem része. És Jánossal a közös munkánk körülbelül másfél éve kezdődött. A tavalyi október 23-ai ünnepség volt az első közös munkánk, és azóta még nagyon sok követte. És hát már egy ideje eldöntöttem, hogy engem inkább a rendezés része érdekel, mint a színészet. És most Jánostól erre is lehetőséget kaptam, amiért nagyon hálás vagyok. Az idei produkcióban is ugye közreműködsz majd, de hogyan kell ezt nekünk pontosan elképzelni? Milyen ötleteid voltak? Mi az, amiben részt vehettél és segíthetted a munkáját? Hát ez egy nagyon érdekes munka volt. Kétféleképpen is részt veszek benne, úgyis mint szereplő, mint színész, és mint társrendező. És igazából teljesen szabad kezet kaptam, tehát megbeszéltük, végigmentük az egész darabon, hogy mit szeretnénk látni, János mit szeretne látni, és utána felosztottuk egymás között a jeleneteket, hogy mi az én dolgom, mi az ő dolga, és gyakorlatilag a saját jeleneteimben teljesen szabad kezet kaptam. És hát utána nyilván megmutatom neki, hogy mi a véleménye, de gyakorlatilag megmondta, hogy ő nem fog beleszólni, és bízik bennem annyira, hogy jót fogok csinálni. Mik a terveid a jövőben ennek kapcsán? Idén szeretnék jelentkezni a film és Színház és Filmművészeti Egyetemre. Egyrészt a színházi rendezőszakra, másrészt a filmrendezőszakra. Habár nagyon nehéz bekerülni, és egyáltalán biztos, hogy elsőre sikerülni is fog, de nagyon reménykedem benne, hogy előbb-utóbb azért mégiscsak erre fog vinni a pályám. A város polgármestere szerint a program hitelességét idén is a fiatalok adják. Kicsit pilvakszá alakulhatott át a kávéház itt a városháza alatt. Azt gondolom, ez is hitelesíti ezt a programot, de leginkább az, hogy azok a fiatalok fogják ezt előadni, akik olyan korban vannak, vagy pár év múlva olyan korban lesznek, mint azok a fiatalok, akik annak idején március 15-ével elindították a forradalmat, és aztán szabadságharcot, és azt hiszem, hogy pont ettől válik a dolog hitelessé, és ami nagyon fontos, hogy ezt tudja a mai fiatalokat megszólítani, hogy ez nem egy régi történet, aminek nincs a mában hatása, hanem igenis van hatása, és van előttünk feladat, hogy tiszteletet leróljuk mindig azok előtt, a fiatalok előtt, akik annak idején ennek a nemzetnek a szabadságáért, függetlenségért egyébként kiálltak. Adott esetben életüket áldozták, egészségüket, vagy éppen hazájukat, mert utána menekülniük kellett. Úgy fogalmazott a polgármester úr, hogy tulajdonképpen ezekre a programokra évről évre egyre többen érkeznek el, és hogy hát valószínű ennek az egyik oka, hogy a fiatalokkal találkozhatnak többek között. Én is úgy gondolom, hogy egyértelműen jelentős különbség van a látogatottsága között a megemlékezéseinknek azóta, mióta a fiatalokat ebbe bevontuk, és egy ilyen utcaszínház tudott kialakulni. Ez igaz március 15-ére, és igaz október 23-ára is. Azt gondoljuk, hogy mindenféle nemzedék jön, kíváncsi a fiatalok műsorára, és élvezi azt, hogy a színpadon és a belvárosban gyakorlatilag megelevenedik az adott ünnepségen belül, március 15-e a legfontosabb ünnepség sorozata, és maguk azok az események, amik akkor történtek, azokkal a díszletekkel, szép ruhákkal, egy szép belvárosi környezetben, és azt hiszem, hogy idén is, és bízom benne, hogy idén is nagyon sokan lesznek, és nagy szeretettel invitálok is mindenkit március 15-i programokra. Nem elfelejtve, hogy már március 14-én elkezdődnek ezek, hiszen a különböző iskolai rendezvényekkel, megemlékezésekkel már az egyes iskolák a város különböző pontjain is lerólják a tiszteletüket. Szerintem azokat a műsorokat is egyébként érdemes megnézni, mert azok is nagyon színvonalasak szoktak lenni. És pont azért, mert úgy látjuk, hogy a fiatalokra rá lehet bízni ezeket az ünnepeinket, ezért úgy döntöttünk, hogy idéntől az október 23-ai megemlékezés fő eseménye is a Fiatalok utcaszínházi műsora lesz. Ahhoz fognak kapcsolódni az ünnepi beszédek, és nem lesz külön utána egy színházi gála, úgymond a felnőtteknek, hanem fiatalokat és felnőtteket is ide várunk majd október 23-án is a város ünnepségére a belvárosba, és most pedig március 14-e és 15-ére is. Március 15-én Székesfehérvár több helyszínen várja az érdeklődőket színes programokkal. Március 15-én reggel 9 órától már várjuk a Palotavárosba az érdeklődőket, a huszártáborba, akkor igazi huszárokkal találkozhatnak az ide látogatók, megsimogathatják a lovakat és fel is ülhetnek rá. Lesz ágyú bemutató, lehet simogatni a mozsár ágyukat is, ugyanúgy, illetve lesz lópatkolás isra is lehetőség. Itt a belvárosban már 10 órától van József napi vásár, ahol az őstermelő kézművesek árulják a portékáikat.
és lesz lehetőség különböző kézműves foglalkozásokon is részt venni. Csinálhatnak is huszárbábokat a gyerekek, illetve a nagyobbak is természetesen. Faművesek magyar hagyományokon alapuló fa játékokat hoznak, velük készíteni is lehet különböző kézműves termékeket, amit haza is vihetnek majd az érdeklődők. Jön egy nyomdász, aki korabeli nyomdai bemutatót fog tartani, vele a nemzeti dalt, illetve a 12 pontot is kinyomtathatják a gyerekek korhű technikával, és haza is vihetik maguknak. Nap folyamán többször fel fog lépni Fekete Dávid, népmesemondó, illetve lesz lehetőség egy hangszerbemutató keretében Varró Jánost is meghallgatni. Lesz körhinta, illetve óriás társas itt a Városház téren. A fiatalok műsorát a Városház téren mutatják be március 15-én délelőtt 10:45-kor és délután 15 órakor. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg, de tartsanak velünk legközelebb is. Én köszönöm, hogy velünk tartottak és minket választottak. Jó éjszakát kívánok, viszontlátásra!